Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, hogyan játszunk Trinity-vel? Igen, tudom, megmondjam nektek, hogy hogyan játszunk Trinity-vel, de srácok, nyugalom, feláldoztam azok a kubrókat, bároket írt, a hajómon minden rendben van, a Warframe istenek engedélyét elnyertem. Nos, hogyan játszunk Trinity-vel? Pro és kontrák, ugye nagy vita indult meg, és az emberek 98%-a szerint a Trinity szar lett. Na most, pro és kontra, jó? Tehát relatíve gondoljuk okosan végig ezt a dolgot, nem mondom, hogy nem lett szar, de azt sem mondom, hogy szerintem valahol jobb lett, mint a régi, és valahol rosszabb lett, mint a jég is. Ahol rosszabb lett, mint a régi, az csak egyetlen egy dolog. Az az, hogy már nem teljes pályás lefedettsége van, hanem csak 50 méteres lefedettsége van, de ebben a játékban nagyjából úgyis mindenki együtt mozog, úgyhogy ez olyan nagy gáz, de ez azért gáz. Mert ugye felvett kérdéseket, hogyan csináljuk meg a Jordas raidet, ha bár a Jordason belül, ha már ott járunk, akkor ott lehet bless kapni, csak akik kint vannak, annak macerább, ezzel remélhetőleg legalább valamit csinálnak, hogy akik kint vannak sütízni a Jordasnál, akkor valahogy azok is kapjanak már egy blast. És ugye a Law of Retribution, ott úgyis a csapat többnyire egy mozog, és most már nem lehet azt a taktikát csinálni, hogy a Trinity hátra marad, kimarad az akcióból, és blesszeli a pályát. Viszont a pro dolog része az az, hogy nem kell glévezni, hála Istennek, orvaszájba nyomkodhatod a blast úgy, ahogy neked jól esik, nem kell megvárni azt, hogy leessen a csapatnak az élete, mert mindig minden körülmények között megkapod azt a 75%-os blast, azt a 75%-os élettöltést, amit erőmodokkal lehet most mondja kihozni pontosan, elég neki 145%-os erő, és már is 75%-os blast fogsz tudni adni magadnak és a csapatnak. 75%-os blast mit jelent? Ha eltalál egy csúnya 125-ös bombardint, hogy itt is engem eltalálnak, az azt jelenti, hogy mindenki fogyni fog az életed, olyan, mint hogyha jó extra armot kaptál volna, egy bizonyos másodpercig gyakorlatilag az megment téged a haláltól, de figyelned kell. Na most, őszintén vagy nem őszintén, nem tudom ti hogy vagytok vele srácok, de én orva szájban nyomkodom a blast, hogy a Trinity-vel vagyok. Ha kell, ha nem kell, én blast nyomkodok, mert blast az jó dolog, és az segít a túlélésben, úgyhogy én blast szoktam nyomkodni, és amit itt láthatjátok, azért az a 75%-os blast jól csinálja a dolgát, az a beépített rage mod, quick thinking mod, az is jól csinálja a dolgát, úgyhogy gyakorlatilag a Trinity meg még mindig OP as fuck, nincs vele semmi gond. Talán egy kicsit többet kell használni a többi képességet, nem mintha de eddig is eleget használtam ezeket a képességeket. De nem beszélve arról, hogyha egy raidről van szó, vagy bármiről van szó, és ott van a közelében egy EV Trinity is, ugye általában két Trinity viszi a raidet, hogyha ott van közelében egy EV Trinity is, akkor hát Istenem, mindig van energia, semmit sem kell félni. Viszont a modolás például, és megint csak kihangsúlyozom, úgy modolsz, hogy neked tetszik, és ez a modolás úgy jó. Ha neked az a játékstílusod, akkor az a játékstílusod. A modolást is, a modolást én viszont úgy állítottam össze, hogy például, hogyha ilyenre kerül sor, hogy netán egyet szóloznék Trinity-vel, akkor kibírjam azt is legalább 125-ös szintig. Természetesen itt most csak bombardok vannak, ezért egy Voidban más a tésztának a lényege, de az akció sűrűje nagyjából ugyanaz, úgyhogy itt inkább hagyom, hogy lőjenek, aztán majd kiderül, hogy mi történik. Na, ugye ebből a szempontból én teljes mértékben nekem tetszik ez a Trinity, amit most csináltak, egy kicsit jobban kell most vele figyelni, de jobban ott kell lenni a társaknál, vagy a társak is jobban kell figyelnek, hogy benne legyenek ebbe az 50 méteres körzetbe, ugye látod az életjeled mellett, hogy benne vagy abban az 50 méteres körzetbe, ahol megkapod az XP bónuszt, az akkor azt jelenti, hogy Trinity-től is fogsz kapni blast, úgyhogy no para, az EV Trinity meg úgyis túltölti a shieldedet, szóval nincs, tehát a Trinity OP maradt, még mindig OP maradt, és a két Trinity együtt a raideken még mindig nagyon sok mindenre képesek.
Trinity szólóban még mindig nagyon sok mindenre képes, az tény és való, hogy sokkal OP-b és ebből szempontból jobb is volt, mint az, mert ő annyira kényelmesítette a játékot, de no para. Na most a modolás tekintetében, hamarosan rátér arra is a videó, a modolás tekintetében annyit, hogy most már végre, tehát végre használtunk olyan modokat, mint a Rejuvenation, és újra töltheti az életünket, mert kurvára nem számít, hogy, hogy hányason van az életünk, akkor is 75%-os blast fogunk kapni, és akkor is feltöltődik az életünk maxra. Ha nem töltődik fel az életünk maxra, akkor nyomsz még egy blast, két blast-el, és akkor majd feltöltődik mindenki az élete a maxra, és én igyekeztem speciál nem 20 másodperc időt adni a Trinity-nek. Miért? Soha nem vártam meg azt, hogy leteljen a 20 másodperc. Amúgy is utáltam a Grave-et. Orba szájba időről jött kb. 5-10 másodpercenként nyomkodom a Blast Trinity-vel reflexből, és most már nem kell figyelni az időt. Én ezért úgy döntöttem, hogy leszarom ezt a maximális idő dolgot, és beállítok egy 14 másodperces időt, és a modolást elosztom arányosan, kb. 150 időre, 130 FI, 160 range és 145 erő. Hogy miért kell a 160 range? Azért, mert én használom az 1-es, 2-es és 3-as képességeket is, és azok range alapúak. Az ulti fix 50, de a 1-es, 2-es, 3-as képessége range alapúak, és mivel azt is használom, és az is egy védelem a Trinity számára, ami kiegészíti most már az ultiát, én így gondolom, az mindenképp ez az LV Trinity. Akkor ez mindenképpen segít abban, hogy túléljem. Nos, így döntöttem, nekem ez tetszik, remélem tanultunk valami hasznosat, köszönöm a figyelmet, sziasztok!